Ló mindenkinek. Kipróbálok egy idióta debil kis retardált kis nagyon cuki kis játékot egy libáról. Untitled Goose Game. Csak mert elmúltam sok éves, itt az idő játszani egy kacsával. Ja igen, szóval tudok ilyet, ha. És hát fingom, sincs miről szól a játék, de hogy szaladgálunk is. De állítólag ez valami fenomenál, valami marhaság lesz. Kíváncsi vagyok. Tudunk a googolni? Egy libával. És lopni is tudunk, a B betűvel kell lopni. Hogy... És akkor így veszünk föl alacsonyan lévő dolgokat. Hát ez... Még így is tudok gágogni. Ó, várjunk csak a... Az nagyon jó, és még alul is fogja egy... Azt meg így. Fogalmam sincs, mi a cél, vagy egyáltalán. És ezzel mit tudok elérni, hogy én most kinyitom a szárnyaimat? Ezt édesanyámnak én elmesélem felnőtt ember létemre, ma hazajöttem este. Beraktam egy rajzalapú játékot, ami nem másról szólt, mint egy libáról, akivel gágogtam, dolgokat vettem fel a földről, és bizony még a szárnyamat is kitártam bele. Hányszor álmodtam gyerekként, hogy bárcsak lehetnék liba. Na jó, erre szükségem van. Milyen borzasztó hangom lett. Azt erről az oldalról bizony nem tudom. Ja, nem. Ja, hogy van feladatunk, be kell jutni a kertbe. Össze kell vizezni. Hát nem kertész, csak aki fedde? Majdnem, hogy kertész. Azt mondja, és el kell lopni a kulcsait. Rá kell vennünk, hogy fölvegye a kis szalmakalapját, azaz, hogy a napvédőkalapja. Én nem tudom, hogy az mi magyarul, szerintem a szalmakalap, amit a napon hordanak az emberek, hogy ne süsse a fejüket, meg a napocska. Bele kell avászkodnunk a gerebjét a tóba. És piknikeznünk kell egyet. Most ott a lista, aminek részt kell vennie a piknikünkön. Az olyan szendvics, alma, tök, répa, lekvár, egy termosz, rádió, kosár, és természetesen egy... Hát hogy mi az? Egy pokróc. Itt a rádió. Az skót felföldi induló tolja a kacsó. Megvan a blankit. Megvan. Micsoda? Ez lesz a kis kertészünk. És ott a szendvics. És egy alma is kell. Mert megmondták, hogy kell. Alma. Oh, így kijött a rádióra, de hova vitted a rádióra?
Megvan a kertbe jutás. Na most itt kell valami trollkodni, hogy ide jöjjön, mert vizes kell legyen a mocskos. Kell lopnunk egy tököt. Mindegy. Milyen büszkék lesznek a szüleim. Jó, azt mondja, hogy... Hogy is csináltam én ezt a to-do list? Ah, ott van. Apple, pumpkin... De a szendvics az mi? Mind a két szendvics kell. Ott a kosár is egyébként. Harangoztak, és ez tudja, hogy valamit fog csinálni. Elmegy kajálni a kertész, hogy valaki ide jön megzabálni a cuccaimat, amit összegyűjtöttem itt. Iszonyat erőfeszítésekkel. És ott a kulcs. És megvan! Shit! Iskolyákacsa! Mindjél szépen a dolgodra. Jó. Fú, nagyon csontra volt a járásunkon. De még egy ilyen gazgonosz libát. Ha bemegyek vele a vízbe. Húha, ez most szarra ment. Hát ezért... Lehet, hogy ezt nem gondoltuk végig. Újra működik a rádió, kiszáradt. Eddig. Megvan a piknik. Most már csak be kéne játszani a tóba a gerebét. És rá kell vennünk ezt a szerencsétlent, hogy... Viseljen egy ilyen kis szalma kalapszerűséget, csak azt nem láttam még. Uncle Ben, hol a kalapod? Itt a gerebje. Ezt hogy veszem föl? Aha. Aha. Nem is akadok bele mindenbe. Megvan. Iszért jó, hogy megcsináltuk. Mint valami sztárügyvéd, aki élete ügyét nyerte meg. Most már csak arra kell rávenni az öreget, hogy... Te szemét rasszista állat, hát mi az, amit oda kiraktál? Te sztereotíp, te... Hát, hogy... Te ajadék. Fogadjunk, hogy szavazni sem mész el, olyan vagy. És bejött! Kijöttem az utcára felfedezni a várost. Kacsának való tévéműsormény. Nem adott valamit hozzá, de itt van! El kell törni a seprűt. A gyereket be kell zárni a telefonfülkébe. Hú, hogy dob el mindent az öreg asszony, biztos, hogy kínai. Csak azért, hogy seggen vágjon. Boltból kijön a nő, ugye? És én meg beszaladok. Basszus, de lejtettem bent a rádiót. Sikerült.
Geddon TV. Benne vagyok a tévében, benne vagyok a tévében. Mit nézel? Én vagyok a tévésztár. Jó van már. Na, elég. Azt nem tudom, hogy hogy tudnám eltörni ennek a vénasszonynak azt a seprőjét. Te nem fogsz engem a seperőddel engem eltalálni, vénasszony? Ennyi WC papírt használsz el, vénasszony, mi? A hasmenő család legöregebb tagja. Úgy a srác rossz szemüveget vegye föl. Úgy, egy csomó mindent bele kell pakolni a izébe, a bevásárló kosárkába. És valakit rá kell venni, hogy a saját cuccát visszavásárolja. Először is ellopom ezt. Kicsit arrébb húzom. Ott hajkefe, hajkefe is kell bele. Loo paper, mi ez a loo paper? Ja, ott van. Hajkefe, konzervkaja, valami tisztító cucc, zöldség és gyümölcs. És hol lehet az a szemüveg, amit a kisrácnak kell felvennie? Go, 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 go! Nye. Úgy. Hülye gyerek. Mert... Na mi van? Na a fegyvertelen? Na? Az... Gyorsan mondtam. Mondom, hogy kínai az öreg lány. De mi ez a játék? Ébren vagy, öreg lány! Ez a sikerült, és most kell levenni róla. Yes! Na és most lehúzom a klozeton a szemüvegedet. Nesze! Jöjj egy gyerek! Tényleg a pokol szülöttei vagyunk. Jöjj egy gyerek! Micsoda? Azért mondom. Mekkorát perecelt a gyerek! Na vajon így... Ez az! Megnézte! A gyerek oda fog menni a repülőért, azt jól megveszi! Mert úgy átvertem, mert a gyerek az nem csak hogy egy hülye gyerek, hanem egy nagyon hülye gyerek. Na, menjél, vedd meg a saját repülődet! Na mi van? Piros orrú barátom. A fölidegesít. Megcsinálta! A gyerek megvette a sajátját! Iván, föl fogod venni a szalmakalapot, mert neked meleged van. Ne gyere gyorsan, ültesd vissza ezt a virágot. Itt le tudom csenni a fejéről, ezt már annyiszor megcsináltam, csak sosem nem tudtam meglopni a kalappal. Puff! Haha! Ennyi volt. Megvan a kalpag, kalapoló, kalpaló. Azaz, már megy is a szalvakalapér. Totál hülyére veszi ez a kis szárnyas jószág itt az egész várost. Dur. Kész. Ready. Ott a fogkefe, hát megőrülök a szemetesben, és én tök véletlenül próbáltam ezt ki. Szállj le a kosárról, öreg lány! Megvan, mielőtt még el tudta volna tenni. Ennyi, go shopping, megvan, go shopping, megvan! Mindenkinek további jó éjszakát kívánok!